Gereven Zitával és Nagy Jánossal beszélgetek. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásomat. A Súr jó voltából játszottatok itt. Ők milyen kapcsolatban közöttetek? Én a Megyeri Lacit tavaly ismertem meg jobban, akkor is itt voltam a Súr színpadon. Elhívott most is, és szerette volna, hogyha a Jánossal jövünk, mert tudja, hogy másfél éve sokszor fellépünk együtt, és úgy gondolta, hogy ezen a helyszínen is alkalmas lenne, hogy megmutassuk, hogy játszunk együtt. Megyeri Laci egyébként a Súrnak a főnöke, csak hogyha valaki nem tudná. Milyen volt a koncert? Mennyire kihívás, vagy rossz, vagy jó ilyen körülmények között föllépni? Jó, szerintem itt is fellépni, bár ez ugye nem rendes koncertnek számít, hiszen 20-25 percet kell bemutatnunk, de nagyon örülünk, hogyha ennyi ember, akik itt vannak, ide is ellátogatnak, megnéznek minket, és a jazzhez is egy picit ezáltal közelebb kerülne. Igen, egy kicsit azért bonyolult jazzt játszani, ilyen óriási hangzavarra. Neked nem volt zavaró? Nagyon jó füles volt rajtunk, és ez egy olyan intim szférát biztosított így a játéknak, hogy tulajdonképpen nem zavart egyáltalán az, ami kívül szól. Egyébként itt a Súrstandon van olyan, hogy silent koncertek is szoktak lenni minden nap, ami azt jelenti, hogy lényegében csak fülhallgatóba lehet hallgatni a koncertet, és akkor mindenki így füles monitorra van összefűzve. Ti csinálnátok ilyet? Nem feltétlenül, szóval jó dolognak tartom abszolút, de egy picit olyan érzés is, hogy kicsit ki vagy zárva a külvilágból. Viszont ahogy a Jancsa mondta, ez abszolút most is megtörtént az az intim hangulat, tehát így is nagyon jó muzsikálni, de más azért, amikor mindent hallasz. Én azt veszem észre, hogy alapvetően ez a kiállítás alapvetően egy ilyen fiús szórakozásnak tűnik, mert nagyon sok fickó jön, csorog a nyál, mindenki nézi a hangszereket. Te jól tudod magad érezni, mit nézel meg ezen a kiállításon? Engem nagyon-nagyon sok minden érdekel, hát ugye a hangszerek, mikrofonok, sok mindent ki is szoktam próbálni, úgyhogy szerintem nem csak fiúknak. Jó, de ez. Te ideig mit láttál az egészből? Megnéztem a gitárokat, és billentyűs hangszereket, ezeket nézegettem főleg. Szóval egyébként játszol gitáron is? Azért is? Nem, a fiam gitározik, és ezért nézegettem ezeket a hangszereket. Akkor már nézted a hány éves a fiad egyébként? 12. 12. Első gitárt veszel neki, vagy már van gitárja? Már van gitárja, holnap tartunk is egy bemutatót, hogy gitározik, úgyhogy majd a következő gitárokat néztem. Nem volt túl drága? Nem. Oké, nagyon szépen köszönöm, és minden jót, jó szórakozást, hangfoglalásra, oké? Köszi!